Ez itt a Játékok játéka, a Legyen Ön is milliómos. Az arénában már várja Önöket a kvíz professzor, Vágó István. Sziasztok! Rikái ma sem lesz milliómos, de azért megpróbálja, és ma bebaszós milliómos lesz. Hát nem vagyok bebaszva, de ez már a harmadik söröm, úgyhogy így vacsora előtt játszunk egy milliómost, és a játék témája a játék lesz. Ezt a témát dobta, ugye ABC sorrendben megyünk a témák között. Múltkor irodalomból buktunk meg, ugye földrajz témában nem tudtunk végigmenni, mert nem volt elég kérdés. Hát lássuk, hogy a játék az milyen játékokról szól, vajon tévés játékokról, videójátékokról, PlayStationről, favonatról, Play autópályáról, Barbie babáról, vagy miféle játékról szól. Hát nem is húzom tovább az időtöket, menjünk és játszunk, de előtte azért iszunk. No, hát akkor lássuk a sorkérdést. Na, állítsák értékük emelkedő sorrendjében a magyar kártyalapjait, kezdjék a legkisebbel. Alsó, felső, király, ász, tas, kuba, töhötön. C-A-D-B, ez a helyes sorrend. Na van-e, aki eltalálta, és hányan vannak ilyenek? Csak egy! Bocsánat, egy kicsit hangos volt vágni. Most megyünk tovább a kérdésekre. Legyen ön is milliómos. Na nézzük az első kérdést, 5000-ért. Azt mondta a vágó úr, hogy legyek én is milliómos. Hát jöjjön a kérdés. Melyik egy kétszemélyes játék neve? Baktérium, bacillus, amőba vagy alga? Hát ez egyértelműen. Csak itt a műsor elején még csacsiságokat. Mert hogy osztódással szaporodik, és onnantól ketten vannak. Ugye egy egysejtű élő lényből van szó, vannak köztük kórokozók is. Hát egyébként pedig, itt most biztatlak titeket, hogy amíg én iszom a sört, addig tippeljetek, és utána én meg fogom mondani a megoldást, szerintem ti is ki tudtátok találni, hogy megjelöljük a C-t. És már is megyünk tovább helyet. No, ennek a közben sikerült hangszintet állítani. Remélem, hogy jobb lesz most a hang, mint a tegnapi videón. Ki vagy mik láthatók a magyar kártya 4 ászán? Azt mondja, hogy az égtájak, a hadvezérek, az évszakok vagy a királyok. A, B, C, D, ugye ilyen sorrendben vannak a látok. Hát az égtájak, azok nincsenek. A királyok, ugye van király nevű lap, de a királyok sincsenek. Hát ez könnyű, nem? A hétvezérek sincsenek, és a hadvezérek sem. Úgyhogy én megjelölöm az évszakokat. Remélem, hogy ti is ezt jelöltétek meg. Szerintem ez nem nehéz kérdés. Akkor megjelöljük meg. Cél volt, nem? 10.000 forintos kérdésen túl vagyunk. 25.000-ért. Hogyan nevezik a sakkban a megnyitás után néhány lépéssel adott mattot? Baktermat, Schustermat, Hondásmat, Handulmat. Hát a baktermat egyébként rohadt jól hangzik. Maga csinálja én velem azt, amit észre tanulják. Kérek a szó ismétlésért. Baktermat az tök jól hangzik. Hogyha kisikasztom a vonatot a bakter toronyban, akkor az csak mat, és nem kell többet mennem dolgozni. Ugye szerencsére én ilyet nem csináltam, pedig ugye voltam a bakterházban, még ha nem is az volt a fő tevékenység, nem akarja felhasználni, de előbb segítségét a bakter toronyban, és egyébként mindig nagyon jól éreztem magam. Bakter tehát sajnos azért viszonylag keveset volt benne részben, mert hogy forgalmászként kellett tevékenykedni. És csak szükség esetén nem adtam baktermattot, mert hogy nem. Szerintem az a baktermatt, amit kisítik a vonat. És az is csak akkor, hogyha a baktera hibás. Nem mondom, hogy nem fordul elő, de szerencsére ritkán van. Na! Hát a kondásokhoz nem
értek a pandúrokhoz sem, nem van rajtó pandúr, ellenben a sakban pedig van Schuster van. Erre iszunk, remélem ti is. Legyenek a vét. Jó választok. Itt a negyedik 50 ezerért. Melyik játékban játszik nagy szerepet a blöffölés? A. a pókerban, B. a biliárdban, C. a ruletben, D. a 21-ben. Hát most jaj, hogy is van ez? Régen a 21-et mi tudtam, de már nem tudom, hogy kell játszani. Hát a biliárdban blöffölni azért elég nehéz. Tehát most így mi? Most így csúnyán nézel az ére? Vagy ilyen súlyit nézel a golyóra? Vagy a dákóra? Vagy mi? Hát most ez... Ne értsétek félre, amiket mondtam, nem szexuális utalások akartak lenni, illetve hát a ruletben is ugyanez van, hogy ha egy kicsit ilyen ezoterikus dolgokban hiszel, hogy azt hiszem, hogy energetizálni tudod a rulette, akkor lehet, hogy még többet fogsz veszíteni, mert ugye... Könyörgök, mennyi van jó? A matematika és a természet törvényei ellen próbál dolgozni, ami nagyjából véleményem szerint lehetetlen, úgyhogy maradjunk az A-nál. Megjelölik az A-t. Tehát jó ez a játék. Remélem. Na most itt az ötödik a garantált. Én nagyon izgulok, gyerekek. Nem olvasom még fel, mert először iszom. Annyira izgulok, muszáj így valamit, nem valamit. Viszont a stresszre, öreg. Belinkeltem. Na! Hány pontja van az első két lapból annak a kártyának, akinek blackjackje van? A. 16, B. 21, C. 20, B. 22, és... Hát az egyik nem tudás. És fogalmam sincs, azt sem tudom, hogy ez melyik játékban van. Nehezednek a kérdések, akkor nem biztos, hogy ebben a játékos játékban jó játékos leszek, és sokáig fog eljutni. Úgyhogy én azt mondom, hogy elsőre telefonáljuk. Blackjack. Poker van? Blackjack? Nem emlékszem olyan. Bizonytalan. Időben a poker nagyon kedveltem. És így online játszottam, persze nem pénzben, tehát csak ilyen tényleg. Hát eddig olyan magam, nem telefonálom. De tök jókat játszottam. De nem emlékszem Blackjackre. Mondom, telefonáljunk, vágó úr, jaj! Javasoltatok valakit, hogy kit hívjunk föl, de elfelejtettem. Várjatok, ide föl van írva. Innen a közéből. Direkt fölírtam, azt hiszem azt is kérte. Múltkor a kismartomból Márti néni, vagy nem tudom milyen néni kis izé. Mari néni kismarton, az föl van írva. Az őt már fölírt. Úgyhogy ezt a jegyet törölhetem is. Azt mondja, kit kell felhívni. Infláció. Jaj! Igen. És nem Atis kérte, hanem Viki kérte, hogy Mácsus Katit hívjuk fel, aki ugye a vonatokat mondja be, és megpróbáljuk őt fölhívni. Vágó, hívjuk föl, legyen szíves Mácsus Katit, hát ha ő tudja. Sajn, elromlott a telefon. Most nem. Már is hívják a kollégák. Jó napot kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy hány pontja van az első két lapból annak a kártyásnak, akinek blackjackje van, 16, 21, 20 vagy 22. Személyvonat érkezik Vácról az A-vágányra. A vonat Budapest nyugati pályaudvarig közlekedik, minden állomáson és megállóhelyen megáll. Az A-vágány mellett kérem vigyázzanak. Hát most én nem tudtam meg, hogy hány lapja van a 21-nek. Hát akkor nem engedünk a 21-ből, meg a 48-ból. Úgyhogy Kati néni sajnos, Mátyus Kati bemondta a vonatot, és nem mondta be a 21-et. Én bemondom a 21-et. Köszönöm Kati néni, remélem igaza volt. 100 ezer forint! Köszönöm szépen Mátyus Katinak és Kikinek! Sáros, hogy virtuális ez a 100 ezer forint. Nagy bevásárlásomat fedezné, hogyha ez meg lenne.
ugye amikor nadrágot meg szemüveget, a szemüveget csak rendeltem, de ilyeneket vettem, azt mondja, hogy ez csupa izé. Hány azonos értékű lapja van a póker játékosnak? Hadrillje van. A, 2B, 3C, 4D. Hát nem tudom, olyan unalmas bambozatot, aztán végképp nem lehet leolvasni semmit. Add ide a drillit, add ide. Én a drillet oda nem adom. Nem lehet szint kell vallani. Mi egyen el van? Nem az időt szeretném húzni, csak időt szeretnék nektek hagyni arra, hogy ti is tippeljetek. Hát a póker játékosok előnyben vannak. Na most megjelöljük a kettőt. Az a legkisebb szám. Az lesz a drill. A drill az olyan kicsinek. Mi az, amit ilyenkor megtudom? Már a drill az egy jó nagy dolog. A nagy grill csirkén sütitek. Úgyhogy lehet az öt is. Vagy. Legyen talán a négy. Kérem a végleges döntéseket. Most. Vágó úr kéri a végleges döntésemet, akkor megjelölöm a hármat. Akkor úgy látszik, most a B-re jár a rúd. Jaj, bocsánat, eltűntetem a izét. Megjelölt a B-t, nézzük lesz ebből 200 000 forint. Hú, de izgó. Három a fekszor, így. Nem is tudom, hogy lehet, hogy használhat a try, ezekre a dolgokra, Hány pont alatt nem szabad megállni a 21-es nemű kártya játékban? A. 15, B. 16, C. 17, D. 18. Egy nagyon szép számtani sort látunk, ugye a differencia az 1, és 300 000 meg ez a kérdés. Hát nagyon közel vannak egymáshoz a megoldások. Amiről nekem fogalmam sincs, tehát ha magamtól kéne mondani, és tippelni kéne, hogy közelebb vagyok, akkor körülbelül ezeket úgy a számokat tippelnék. De hát nem emlékszem rá, nagyon rég 21-eztem, tehát ilyen évtizedes távlatban van, amikor én talán a 80-as, 90-es... Nem a fenét, nem, hát itt mind a négyet ismeri. A nagypapám tanított kártyázni, bár nem volt ilyen nagy kártyás, meg hamis kártyás, meg izé. Na, vegyen egy mély lélegzetet, és akkor tök jókat játszottunk gyerekként, nyilván nem pénzben, meg ilyenek, csak úgy hobbiból, szórakozásból, de nem emlékszem, megmondom őszintén, a 21-re nem emlékszem, úgyhogy az 50-50%-kal nem is vagyok előrébb, ezért megkérdezem. Maga nagyon herdál. Akkor most van itt az ideje, hogy a közönség tippeljen, mert hallom, azért elég hangosan elmondják a véleményüket, ön ezek szerint nem hallotta. Akkor nem is fogja befolyásolni. Nyomják meg kérem valamelyik gombot, most! Hát ezt tudtam, hogy ezt tudni fogják, 15-öt mondanak. Ezzel azt sugallom, hogy fogadja el. Na végre, először látom gondok között. Megjelölik az át. Én szóltam, tessék. Én felteszem. Azt hittem, ez magának megköszönöm. Köszönöm szépen, kedves közönségemnek. Nézzük a játékot. Remélem, ti is nyomtátok a gombot, és jót mondtatok. Hát a vágó úr, ide nézzetek, mit mond a vágó úr? Nincs több kérdés ehhez a nehézséghez, vagy témakörhöz. Hát, ezt szomorúnak érzem. Ezt a történetet, de hát most mit tudok csinálni? Kénytelen vagyok egy másik témakörrel tovább játszani. Azt hiszem, itt az opciókban lehet tovább lépni. A játék után jön a képzőművészet. Na, itt megint számot adunk műveletlenségünkről, úgyhogy akkor úgy buktuk el a játékot, hogy nem is mentünk végig, mert nem volt elég kérdés. Azért vágó úr nem túl korrekt ebben a játékban, de hát mit tehetünk? Nem is várok többet. A kereskedelmi tévés és politikailag nem akarom jellemezni, hogy honnan eredő vagy hova tartó szemlélettől, hát játszunk egy újat. Elnézést, vágó úr, nem akartam megsérteni. No hát akkor lássuk a sorkérdést.
Tegyék erősségük szerint sorba az ulti bemondásait, kezdjék a leggyengébbel. Biztos, hogy az ulti... Fogalmam nincs, de miért játékos kérdést tesz, amikor átállítottam? Ez volt a sorrend. Senki nem találta el, én sem, de nem számít. Akkor itt valamit ezért, ja, csak a sorkérdést nem állítottam át, csak szerettem volna. Akkor csináljuk még itt egy sorkérdést. Itt az újabb sorkérdés. Állítsák sorba a képzőművészeti alkotásukat nagyságuk szerint. Kezdjék a legkisebbel. Rőzsehordónő, annak egy replikája itt van. A feszti körkép geci nagy. A Mona Lisa az... A, D, C, B, ez volt a sorrend. Hát ezt sem találtam el. Egyébként ez aztán egy geci jó kérdés, mert bocsánat, hogy kétszer mondtam ki ezt a csúnya szót, hogy mekkorák a képek, basszus. Tehát van olyan ember, aki ezt tudja, akinek a fejébe van meg a képzőművészeti katalógus. Tehát, hogy ez körülbelül jó, aki mindet látta eredeti helyén, eredeti méretében, nem repróban, meg filmen, meg könyvben, meg albumban, meg mert arra azt mondom, hogy oké, ő tudhatja, de azért ez szerintem annyira nem a műveltség része, hogy 64x80-as olajvászon, basz meg! Hú! De fölbasztam az agyam! Ez nézet lesz ez a videó! Mert iszok és ordibálok! Ha-ha! Ez a kultúra, bazd meg! Legyen ön is milliómos! Ezt le fogják tiltani, vagy le fogják róla venni a bevételt. Vagyok leszorom, egyébként nem érdekel. Na! Mi az összefoglaló neve a gyümölcsöket, virágokat ábrázoló képeknek? A. Flóra piktúra, B. Fénykép, C. Csendélet, D. Csicskit. Mondjátok utána, hogy csicskit. Én nem mondtam, hogy ennek alapján ki lehet találni. Ki sem tudom mondani, bazd meg. Már kiderül, hogy magyarul sem tudom. Most vagy be vagyok baszva, vagy nagyon fölcsesztem az agyamat. Csicskit. Hát én legszívesebben megjelölném a csicskit. Ez az utolsó mondat, hogy kérem bevegyem. De mivel, hogy nem a csitről van szó, hanem a csendéletről. Ez egy tök jó, gyerekek, ez egy tök jó ilyen kocsma kihívás. Így adok meg, bazd meg 10 üveg sört, és próbáljátok kimondani azt, hogy csit-skit. Ezek. Az lesz a címe ennek, hogy bebaszott Zsűrió. Most nagyon izébe kerültem, nagyon flóba kerültem. Én nem először most tudom többet, akár mit mond. Menjen. Ezt le fogja tiltani a YouTube-a ajtékot, úgyhogy örülhettek reklám a reklámmentes adásnak. Na nézzük, milyen képzőművészeti alkotás az akvarell. Akvarell. A. Vízfestmény. B. Olajfestmény. C. Akvarellja részkarc. C. D. Pedig Famec. Tehát vízfestmény, olajfestmény, részkarc vagy Famec. Állítólag ez vicces, ez a kérdés. Milyen jó franciás. Szeretitek a francia nyelvet? Na! Aki gondolja, gondolhat más is, de hát azt hiszem, hogy egy ilyen felhő, hogy az másodának összeszedem magam, jó? Le, menjen! Jelöljük meg, vágó úr a víztest! Itt a harmadik 25. Nem kell nyomni, hogy tovább lépjen. Milyen testhelyzetben ábrázolja a híres szobrász, Robin, a gondolkodó ember? A. Hátrafelé pillantó, B. A térdénkönyöklő, C. A bukoló, D. Az oldalán fekvő. És hogy jól menjen a trash, ezért hát ez ki fogjuk próbálni. Az oldalra fekve, melyik szó is? Úgy tűnik, mint gondolkodnék. Hát ha így a sört a kezembe veszem, ez alá.
Valás, van még segítsége, hogy abban nem elég biztos benne. Azt mondja, hogy hátrafelé tűrhantó. Igen, már nem hagyjál már békén, bazeg, meg gondolkodok, jó? Na. Ez is szerintem teljesen életszerű. Most megpróbálok ide a székre fölgubbolni. Hát valamivel ki kell dönteni az adásítőt. Mégis tudjátok, amikor a... Én meg nem előszakos tőlem akármit. Az élet nagy dolgain, legalábbis fiatalabb koromban az élet nagy dolgain gondolkodtam. Aztán majd egyszer elmesélem a sztorit, hogy amikor télen kinti budira kellett járni, akkor erről a tevékenységből leszoktam. Sajnos az életemben ez a törés, ez megváltoztatta a szarási szokásaimat, és sajnos már nem gondolkodom és nem olvasok a budit. Úgyhogy régen ez egy nagy szokásom volt, mint a kettő, de hát az élet kiölte belőlem, hogy igen, a budi gugolva is lehet gondolkodni, bár ugye ülni szoktunk, nem gugolni, de mondjuk egy vonat-vécén, ahol nem szívesen ülsz rá az ülőkére, és így kapaszkodni, ahogy rász a vonat, az meg kényelmetlen, lehet, hogy egyszerűbb így cipőben rágugolni a csészére, és akkor úgy elintézni, amit el kell. Na, hát ezek után viszont megmutatom valamit, amiért az MLM-esek engem megszóltak. Halljátok, nem úgy volt, hogy ilyen... Na, halljuk akkor a végig viszont. Aludtam MB előadáson, és kiszúrta nem tudom hány fős előadó van. Kérem a végleges határozott előadó, majd ott a sokadik sorban én. Hálem nem volt ilyen nagy képű arcom, ilyen unok volt. És viszont a gondolkodó az a szobron, azon látszik az átszellemültség és ezért, de hát egyébként könnyöltő a csávó, hogy ezt meg ezekkel megérnénk. Ön ne nyugtasson meg, jó? Jelöljük meg. Én megjelöljük a B-t. Kedves vágó úr. Jó, hát, kezdett így a játék beindulni. Úgyhogy azt mondom, hogy egyelőre nem vagyunk abba. Csak bocsánat, itt kicsit a szénsavas megdolgoztatja a nyelőrendszeremet. Melyik híres festőnek volt kék és rózsaszín a korszaka? Chagallnak, Dalinak, Picassónak vagy Rathworknek, ezt nem tudom kimondani. Műveletlenségemben őról még nem hallottam. És mivel műveletlen vagyok, és a kék és rózsaszín pedig hallottam róla. Az a, elmondom nektek, a Zsolnainak volt ilyen korszaka. A Zsolnai negyedben Pécsen van rózsaszín kiállítás, rózsaszín porcelánok. Nem csak rózsaszín van egyébként, de kurva jól néznek ki. Tehát nekem azért a rózsaszínhez van egy ilyen kis szkeptikus viszonyom, ahhoz a színhez. Ugye az embernek a mikorosztályunknak az ilyen Barbie baba, meg az ilyen üzékúsznakról eszébe. De egyébként egy nagyon jó kis szín, és nem emlékszem, hogy Dali jut eszembe, de én inkább felhívok valakit. Itt hívjunk föl, írjátok ide csendben. Akkor tehát. De sajnos nem tudok rá reagálni, mert hogy ezt korábban veszem föl, ugye ez feldételről megy ez a műsor. Hogy a Pupinén... És még megvan mind három mentőben. Nagyon rosszul dolgozom. Pupinén korpácon felhív. Na. Maga nagyon. Már is hívják a kollégák. Sokszor kell megnyomni, és akkor azonnal hívja. Sokan Pupinéni, melyik híres festőnek volt kék rózsaszín korszaka? Chagallnak, Dalinak, Picassónak, vagy ezt a negyediket nem tudom kimondani, Braque-nak, vagy Braque, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Pupinéni legyen szíves megmondani. Na, a Vilmiságporpácon járnak a vonatok? Jaj, messze van az állomás, busszal járnak. Hát persze. Persze, meg is értem, Pupinéni. Nincsenek sokan a buszon? Nem. Jó van akkor. Jó van akkor. Majd megyek vizé, majd leszállok az Intercity-ről. Kár, hogy nem áll meg. Letett a Pupinéni azt mondja, hogy Braque-nak. Most miért? Én meg hívok Pupinéni, hogy hiszek Pupinéninek, aztán vagy rábaszok, vagy nem. Na,
Hát micsoda játék? Pupirém, kérem, nem megyek portásra, bassza meg. Hát mit képzel maga, hogy átbaszott? Erre inni kell. No, hogy pisil nem is kell, de hát ezért még egy játékot felveszek, megpróbálok jobban játszani a következőben. Gyerünk az tovább. Újabb sorkérdés. Sorkérdés. Egyik keletkezésük időrendjében a híres szobrokat. Willendorfi Vénusz, Henry Moore fekvő alakja, Michelangelo Dávidja, Milói Vénusz. Hát megmondom őszintén, hogy fogalmam nincs. Michelangelo. A, D, C, B, ez hát volt a sorrend. Kurvára nem találtam el, de hát nézzétek el nekem a műveletlenséget. Legyen ön is milliómos. Nagyon vigyázzon, mert itt az elején is furcsa dolgok történhetnek. Azt én tudom, nagyon jól tudom. Mi az összefoglaló nem a gyümölcsöket, virágokat ábrázoló képeknek? Ez már volt. Megelőjük a C-t, és már is megyünk tovább. Második 10 000. Milyen képzőművészeti alkotás az akvarell? Ez is volt, meg is megyünk tovább. Itt a harmadik 25 000. Milyen származású a híres festő Viktor Vazarelli? Hát ezt én tudom, de nem árulom el. A. Görög, B. Ír, C. Szicíliai, D. Magyar. Na most Vazarelli? Jó, egyenlően van, de szintén Vazarelli. Hát írni nem tudok. Ez nem nehéz. Műveletlenségem. Beviszem magamat az erdőbe. Görög. Nem tetszett, amit mondtam. Húr görögösnek. Dallam alapján lehetne szicíliai, ugye olaszos. De van még segítség, sem. Vazarelli, Viktor Vazarelli. Nem tudom az eredeti nevét, de lehet, hogy ugyanez, de szerintem művésznél magyar. Bécset és alkotott, mind a két helyen van. Remek! Múzeuma az Óbudaiban még nem voltam, pedig a sokban közelebb van. És imádom a munkásságát, és volt, szoktam Vazarelli pólóban rovolni, csak már rég volt Vazarelli póló, mert most ezt az inget hagytam valamit, amiben hazajöttem. Na, kiket látunk a titokat ábrázoló képző művészeti alkotásokon? A. Pedofil papokkal, tudja, A. születelő munkásokat, B. mitológiai szörnyeket, C. Egy furmányos o. angyalokat, D. ókeresztény méltanukat. Hát a pejoratív és sértő beszólásommal az elején szerintem elárultam a választ, hogy nem születelő munkásokat, nem is ókeresztény vértanukat, nem hát is mitológiai szörnyeket, hanem kukókat, vagyis meg is jelöljük. Kisfiúkat, ilyen kisfiú formákat, és nekem tényleg a, nézzétek el nekem, hogy a pedofil papok jutnak róla eszembe, pedig éppen egyébként ajánlom figyelmetekbe Hodász atyának, aki már nem atya. Interjúját azt hiszem, nem is tudom, hogy Alexem volt talán. Nagyon kemény történet, mert őt itt szakadták fiatal korában. És egyébként ő is elmondja, hogy ez azért a katolikus egyházban is egy nagyon ilyen, kicsi kisebbség, rajta, csak hát ugye nagyon nagy sérüléseket okoz a fiataloknak, a gyermekeknek, úgyhogy ez ellen nyugtasson meg legalább is. Fel kell lépni hathatósan. Na, nézzük a következő kérdést, na, már rég írta ide a vágó úr, én meg nem válaszolok. Kinek az alkotása a híres szimbólum a béke alatt? A. Dalí, B. Picasso, C. Klee, D. Matisse. Na. Valami nem. Hát megint telefonálunk, most megpróbálunk. Ha az országnak egy másik részébe telefonálni, mert ez szerint Nyugat-Magyarországon nem szeretnek minket tudni. Maradjunk a Dunántúlon, hívjuk föl Duki néni Dunai finomítóban 100 halomban. Na jó, telefon. Már is hívják a kollégák. Csókolom!
Zsufi néni, hogy áll az olajár folyama? Jaj, fiam, attól függ, hogy battán vagy szabócson. Hát mondjuk ottan battán. Na mondja már meg nekem, hogy kinek az alkotása a hírek szimbólum a béke galamb. Dali, Picasso, Klee vagy Matisse? Jaj, fiam, hát nem tudom. Hát itt az a finomítóban leállt a termelés az ástopnia. Dufi néni már vége az ástopnak. Dufi néni azt mondja, hogy Picasso. Dufi néni ért maga az olajpénzeken mindig ezért festményeket vett. Ha meg nem volt éppen eladó festmény, akkor ilyen retro-val kapukra megjelent a Picasso-t, és nem tudom, remélem nem fog megint rábaszni, mint az előtt. 100 000 forint. Hát az, hogy az üzlet véletlenül kultúrával is jár, az pedig a szerencse ebben a játékban. Azt mondja, hogy milyen a Cédrus Csontvári képének címe szerint? A. Kiszáradó. B. Hatalmas. C. Magányos. D. Na! Kiszárad, hatalmas, magányos. De nincs a négy között olyan. Hát nem tudom, hogy ismeritek-e Csontvárit és szeretitek-e. Én, ez a hatodik kérdés, a hatodik szeretem. Kérdésben még nem szoktunk ne ezeket. Is van Pécset, ott is voltam, igen. Hogy rosszul emlékszem? Nem kell ekkor ezt folytani még. Csontvári kiállítás. Vagy akkor volt, nem tudom. Na, milyen a Cédrus Csontvári képének? Bizony lehetek ilyen. Csontvári képének. Na, de lehetek jó ember. Mi szállott a Cédrus? Néha esküszöm, olyan jó vagyok, hogy egy hatalmas. Hát, azért olyan más hatalmas, nem. Picit. Virágzott? Nem volt virágzott. Most mit éreztem? Esvigázzák. Hullám voltak a vágai, és voltak rajta a levelek. Tehát a kizárásos alapon egyébként tudom. De nem azt szeretek kérkedni vele, remélem ti is tudtátok, magány. Már jön a magány arról a képről az eszembe. Levagyunk! Valamennyire elég. Itt a 300 000. Látjátok közé? Érdemes műveltnek lenni, mert nyertek vele, értitek, elmentek Vágó úrhoz, és azért van lóvé, érted? Tanuljál hazzá, azt lesz lóvé, érted? Na, melyik ország szülöttem már Chagall, a Franciaországban élt festő? A. Németország, B. Svájc, C. Lengyelország, D. Valamitől azt mondtam, hogy logikailag hibás az, hogyha nem hallott róla, nincs is. 300 000-ért megy ez a De hallottam Chagallról, csak fogalmam nem volt, hogy az én franciának mondanám, az meg nincs itt van. Mert ott élet, de ezek szerint nem ott született, tehát ez valószínű művész neve. Ennyire művelt meg nem vagyok ma a lexikont, meg a Wikipédiát, meg az életrajzokat. Hívja fel telefonon a barátján, és kérdezzem, hogy milyen segítséget használ. Nem olvasni, meg nem olvastam, hogy milyen jellegű művet. Úgyhogy kérdezzük meg a közönséget. Mit kérdezzünk a közönséget? Kedves közönség, itt az önök ideje. Nyomják meg valamelyik gombot, most! Akar hinni a közönség. Orosz bazd. Mondjuk az oroszok jobban vannak a franciákkal. Ők? Szeretik egymás kultúráját, főleg az oroszok a franciákét. Ők mi fog? Hogy nem. Jelöljük meg. Na! Megjelölj a tét. Német, nem haragszik, azt mondom. Na, ti is erre tippeltetek? És jól tippeltünk? Le vagyunk! Jól tippeltünk, gyerek! Az 50-50%-ot nem tudom elhasználni. És itt a 8. félmillió forintért. 8. félmillió. Ki az a híres festő, aki levágta a saját fülét? Gauguin? A többiről nem mondtam, amit mondtam. Cézanne, Van Gogh vagy Toulouse-Lautrec? Most azt a kettőt sokan a kiperrel kellett azt mondják. Na most, ez félmillió. Ugye nyilván nem mondom, kifinomult az algoritmusa ennek a nagyon nehéz játéknak, úgyhogy a szerencsém fog múlni, hogyha elveszem a felét, akkor nem az a kettő fog eltűnni, akiket nem. De mondjuk, mert tudom, hogy olyan, akit ismerek.
Szerintem a Van Gogh egyébként. Megkaptas! Szerintem a Van Gogh. Van Gogh? Nincs grog. Nincs grog, iszunk sör. Na jó, eddig volt 300 ezer forintja, ez tuti, ez nem tetszett. Legyen 500 vagy 100. 500 ezer forint? Erre jól emlékeztem akkor. Nem tudom, hogy magamtól rávágtam a rangot. Kérdés miért, és mindig van egy mentő. Itt a 9. Melyik magyar festő volt báró? Mányoki Ádám, Benczúr Gyula, Ferenczi Károly, vagy Mednyánszky László? Hát, nekem a Mednyánszky rémlik, de nem merem bejelölni magamtól. A dolog nem olyan. De merjem, mégis nincs tétje. Mit szóltok hozzá, hogyha bejelölöm Mednyánszky László? Mérget vettem volna rá, hogy ez a negyedik. És az elején nem izgult egy kicsit se? Ha nagyon rosszul csináltam a dolgomat, vigyázzon a válaszom, mert levonják a pénzemből. Ugye egy kicsit izgulteket. Na, mire gondolom? És én pedig Mednyánszkit fogom megjelölni. Ne befolyásoljon azt, hogy én lehet, hogy rosszul. Jó, megjelöljük a tét. Tessék, nézzük meg. Én mondtam. Jól emlékeztem. Na, gyerek, milyen művelt vagyok, megveregetem a saját vállalat. Most már vége lesz a videónak, mert nagyon kell pipikélnem. Ugye ez a sörözős történet, már most egy kicsit a szavam is elfolyik, pedig nem ittam sokat, de pisilnem is nagyon kell. Úgyhogy milyen felkérésre készítette Rembrandt az Éjjeli Hőrjára című fel? Sick Transit Gloria. A. egy polgármester, B. egy pap, C. egy lövészegylet, D. egy katár. Tehát az egyik válasz, ezt szeretem mondani, ez olyan jó. Az egyik válasz másfél millió forintot, a másik 100 000. Ugye másfél millió és 100 000. Nem akar velem tovább beszélni. Ha ott ülnék szemtől szembe vágóval, jó, nagyon, annyira nem vágyom, de ugye akkor valószínűleg... De mi legyen ennek a következő? Akkor azért meggondolnám, és... próbálnám kitalálni, és a végén valószínűleg távozni 800 000-rel. Mondja a számítást. Ennek a felét, és meg fogom nem kitalálni. Tudom, hogy nem vissza, meg... Na nézzük, melyik kettő. Polgármester. Engem pápa. Nem meg, hogy benne maradt. Ugye ez ilyenkor lehet, csalóka, mert ez már egy nagy nyereményről van szó. És akkor azt gondolnánk, hogy a nagy nyereményeknél akkor a nagy dologra kell gondolni egy pápára, nem pap, hanem pápa. Bocsánat, vakegér vagyok, úgyhogy rosszul olvastam föl, vagy C. egy lövész egyletére. De pont ez benne a csavar, hogy ugye a vágó úgyhogy azt akarta, vagyis hát nem a vágó, hanem aki a bűnögyetem ezt a játékot kitalálta, hogy akkor gondolkodjunk ellentétesen, és biztos a pápára tippelnénk, akkor majd a lövész egylet lesz, de egyáltalán nem biztos, hogy ez a logika megáll. Halljuk akkor a végső jelentést. És ez a kép nekem nincs meg, mármint nem a falon nincs meg, mert nincs meg a falon persze, hogy nincs meg. Én meg nem előszakosítom többen akár. Tehát de úgy nincs meg, hogy itt nincs meg, úgyhogy hát valamivel ki kell tölteni az adásidőt. És ugye a lövészegylet az logikus lenne. Semmit nem tudok Rembrandtról, hogy hogy ilyen... Lehet, hogy egy picit úgy érzi, hogy sürgettem. Kiváltam, így lett be. Akkor itt van? Igen, itt vagyok, vágó úr. Nem kell kérdezgetni. Itt vagyok. Kezdje el mondani, hát nem igaz. Valami rémlik, hogy van olyan mű, amit egy pápa ihletett. De logikusabb lenne a lövész egylet, de én megjelölöm a pápát.
Ja, jön a pápa állítólag. Nem húzom tovább az időt, jó? Nem húzom az időt. Nagyon jól játszom. Remélem, nem kell sok trollibuszt elterelni legutoljára. Nagyon sok maga biztosan kellett. Akkor kellett a segítségünk. Kellett. Nézzük meg, mi lesz a tizedik kérdéssel. De hát, sajnálom, nincsen több mentőve. Hogy a lövész anyádat, hogy nem folyamálja meg az Isten. Ha miért nem a pápa rendelte meg azt a kurva képet? Na, de lehet, hogy én megítom ezt a sört. A mai rész címe az a Trash Milliomos, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és én mára ezt a játékot befejeztem, nem már csak azért is, mert nagyon kell pisilnem, és azért is, mert nem sokára kezdődik egy korábbi játszós videó, egy vezetős a kombinósnak a premierje, és azt szeretném veletek nézni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, innentől tudjátok is, hogy melyik nap vettem föl ezt a videót, találkozunk legközelebb is, tartsatok velem akkor is, ne ígyatok sokat, legalábbis annyit nem, mint én, bár nem is ittam sokat én se, de attól még tudtam viselkedni, vagyis hát pontosabban nem tudtam, tudtam nem viselkedni. Sziasztok! Csüssz! Jól hallottam? Volt egy duda? Hát akkor ma már több millió most nem képezünk ki.